Ha valaki Döblöközön megkérdezné, mit tartanak a legfőbb értéknek a településen, egészen biztosan a 115 éves templomról mindenki megemlékezne. Nevezett épület tervezője az a bizonyos Kinstein Ágoston bécsi műépítész volt, akinek tervei alapján épült a pécsi székesegyház is. A két épület nagyban hasonlít egymásra. Döblököz történetének kiemelkedő alakja Verbőci István. Ő az, aki megírta a hármas könyvet. A szokás joggyűjtemény abban a várban született, melynek romjai a falu egyik ékessége és idegenforgalmi célállomása. A Váron megyéb iránt a tavaly indult hat vár, hat rád túra kiinduló helye is. Itt a Verbőci, tehát a hagyományoknak híven Verbőci várja a túrára érkezőket, hagyományos ruhába beöltözve, a döbrököközi hagyományos likas kalácssal, amit a Hagyományőrző Egyesület készít el és kínálja a túrára érkezőknek, azzal kínáljuk a vendégeket, és igazából ez a Verbőci vár ad otthont ennek a rendezvénynek az induló pontjának. A település jelenkori történetében a lehetőségekhez képest a fejlesztések jelentik a jövőt. Döbrököz iskolájában közel 120 kisgyerek tanul, és néhány esztendővel ezelőtt megújulhatott a tornacsarnok közel 20 millió forintból. 2015-ben Potápi Árpád János államtitkár úrral személyesen találkoztunk itt a faluban, és az ő segítségét kértem, hogy a tornacsarnokunkat, ami már 6 éve előtte használhatatlan volt, segítsen ennek a felújításában, és az ő közbenjárására sikerült 20 millió forint összeget kapnunk a belügyminisztériumtól, és el is készült, úgyhogy 2015. szeptemberében egy nagyon szép modern intézményt tudtunk átadni, és így a helyi sportkörnek és a helyi tanulóknak, diákoknak egy kulturált sportolási lehetőséget biztosítottunk ezzel. A területi operatív program lehetőségeit számba véve közel 100 millió forintra pályázott a település és nyert forrásokat az óvoda épületének és az orvosi és védőnői szolgálat helyének korszerűsítésére. Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, ezért az egészség megőrzés érdekében egy területi operatív programba adtunk be pályázatot, egészséges falunkért címmel, melyet meg is nyertünk, és 20 millió forint értékben az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat lesz felújítva. Nyílászárók, aztán belső felújítások, burkolatcsere, tetőcsere lesz ennek kapcsán, és a doktornőnek is elég sok műszert, orvosi eszközöket tudunk vásárolni belőle. Nagyon fontosnak tartottuk még a még kisebbeknek a környezetének a felújítását, és ezen kapcsán pedig az óvoda épületének energetikai felújítására pályáztunk, amire szintén 84 millió forintot nyertünk. Itt teljesen kicserélődik a villamos hálózat, a fűtés korszerűsítése, hőszigetelés és összes nyílászáró ki lesz cserélve a több mint 30 éves óvoda épületünkben. Az orvosi rendelőt azt szeretnénk a tavasszal átadni, április hónap körül, az óvoda pedig úgy szeretnénk, hogy egy ünnepélyes tanévnyitóval nyitni, addigra teljesen felújítva állna az épület. A helyiek egyik legnagyobb gondja a munkahelyek szűkösségében van. A település a közmunkaprogram segítségével hozott létre egy zöldségfeldolgozót. A munkanélkülieknek a segítésére, vagy munkahely teremtése érdekében pedig a Start munkaprogram megy nagyon kiemelten a faluban. Önkormányzatunk közel 30 főt foglalkoztat a Start munkaprogram keretében. Zöldségeket termesztünk, van egy savanyító üzemünk, ami a savanyító program keretében paprikát, fűszerpaprikát árulunk. Van egy kis piacunk, ahol ezeket a termékeket tudjuk értékesíteni. Elég jó árbevételünk volt az elmúlt években ebből. A helyiek is elég sokan, még a közeli vállalkozók is idejárnak, és elég nagy tételben is vásárolnak tőlünk fűszerpaprikát, savanyúságot, éttermek kijárnak Dombóváról, és ők is tőlünk vásárolnak. A falu egyik büszkesége a közművelődés szintere. A közművelődési érdekeltség növelő pályázat elnyerésével alakították ki a több funkciós tereket.
A programok pedig alkalmasak arra, hogy igazi falu közösség épülhessen ki Döbrökközön.